Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Akik megszokták tőlem, hogy ebben a műsorban többnyire politikáról van szó, azok lehet, hogy egy picit csalódni fognak. Nem nagyon, mert végül is minden politika. Jordán Tamással beszélgetünk, pedig kivált kép az. Szervusz! Szervusz, és mindenkit, aki néz minket, szeretettel üdvözlök! Jordán Tamás a Nemzet színésze, érdemes Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, a Halhatatlanok társulatának tagja, szóval nem nagyon tudnék olyan érdemrendet felsorolni, amit ne kapott volna joggal meg. És most egy picit szégyellem magam annyira, hogy is mondjam, csak rávilágított a tudatlanságomra, ugyanis azt mondta, hogy beszéljünk egy kicsit Adiról. És én elkezdtem utána nézni Adi prózájának, és döbbentem meg, hogy 11 kötetben jelentek meg az írásai, elsősorban cikkek, tanulmányok, kritikák. Hihetetlen. Te tudtad, hogy ez ilyen? Hatalmas kincsestár? Hogy ennyi. Én sejtettem, hogy ilyesmi, úgy fogalmazni. Nem tudtam, hogy ilyen. Én akkor döbbentem meg, mert én mondod, elszégyelted magad, de én is, amikor komolyabban kezdtem foglalkozni Adival, muszáj itt megjegyezzem, hogy segítőnyi voltam benne. Gintli Tibor az ELTE 20. század tanszékének vezetője, és Ferenc Győző költőbarátom, aki nagy Adi szakértő, és publikált is több kötetben Adi írásokat, kommentárokat. Tehát ők segítettek nekem, de hát a kérdésedre válaszolva, ha ez volt a kérdés, én sem tudtam, hogy ennyire gazdag az ő prózája. És mondd, nem érzed magad hűtlennek, hiszen amióta ismerlek, te azóta József Attila imádó vagy, és nem is egy József Attila ested volt. Hát olyan, mint most profán a hasonlat, vannak férfiak, akik megcsalják a szerelmüket, és akkor nagy bűntudattal mennek el a barátnőhöz, de nagyon jól érzik magukat. És azért a megcsalás ténye az bűntudattal jár. És hát valami hasonlót éreztem, mert József Attila annyira velem van, annyira, és annyira szeretem, hogy tényleg úgy éreztem, mintha megcsalnám, amikor elkezdtem szerelmes lenni Adiba, de azért rövidebben mégsem jó a hasonlat. De meglepőt mondok neked, most már Adiba van szerelmes vagyok, a meglepetés az, hogy nekem van egy kedvenc versem, és az se Adi, se nem József Attila. Az a Kosztolány a hajnali részegsége. Az a kedvenc versem, most akkor mind a kettőt megcsalom, hogyha erről beszélek. Szép. Kérlek szépen, mi közös gondolatod lehet, milyen közös platformod lehet neked, Adi, valaki ugye az első világháború, hogy is, 1860-ban, amikor született? 1877-ben született. Igen, és 1909-ben halt meg. 76. Te viszont 43-ban születtél, ha jól emlékszem. Igen. Homlok egyenest, ellentétes időszakok. Mi közös hozott össze téged vele? Hát nagyon szívesen beszélek róla, ha engedélyt adsz, remélem. Ez minden. Nélkül megvárnám, amit kérek. Ezt a kerülő utat akarom elmondani, ami végül is Adihoz vezetett. Én igazgatóként tartottam magam ahhoz a szabályhoz, és egyet is értettem vele, hogy egy intézmény igazgató vezetője, az ne politizáljon, mert nem önmagát képviseli, hanem az intézményt. Tehát én a Merlin óta vagyok igazgató, Merlin Nemzeti Színház Szombathely, és én tulajdonképpen kétszer szegtem meg ezt a szabályt, de egyébként szigorúan betartottam. Ez a kettő is nem olyan régi, ez a szabálysértés. Amikor a Madács téren volt a törvényjavaslat, a színházi működéssel kapcsolatos törvényjavaslat, és abban annyira diszonáns voltak benne, hogy éreztem, hogy muszáj a madástéri tüntetésen nekem is felszólalni. Hát nagy fekete pontokat szereztem vele, és amikor az SFL körül volt ez a borzasztó botrány, akkor megírtam, hát sokan eljutott az írás talán hozzád, és a Vidnyánszky pápa. Hát ez is súlyos áthágás volt. Egyébként tartottam magam. De én tudtam,
hogy mikor akartál közbeszólni, meg nem hagyom. Nagy hiátusa lenne ennek a mai történelmünknek, hogyha az a pápai levél nem születik meg a Vidnyánszkijhoz. Fantasztikus írás. Ó, hát ne érték el, túl örülök, hogy ezt mondod. De én nekem 3 évre volt az utolsó megbízatásom, 3 évről szólt, tehát tudtam, hogy 2021. január 31-én én már nem leszek igazgató, és amikor az 3 éves kinevezés megtörtént, azt is tudtam már akkor, hogy én nem fogok újra pályázni. Viszont arra gondoltam, hogy ha már nem vagyok igazgató, akkor képletesen szólva lekerül rólam ez a bizonyos szájkosár, és akkor már szabadabban tudok beszélni, nem tilt az a fogadalmam, ami másokra is érvényes, hogy intézményvezető az ne politizáljon. Én most már magam embere vagyok, magamat képviselem, és amikor volt az utolsó néhány hónapja az igazgatásom, és közben volt a Covid is, én elhatároztam, hogy én felkészülök egy önálló esttel, ami arról fog szólni, hogy milyen világban élünk. Már önmagában ez a tematika, ez azt jelenti, hogy muszáj politizálni, mert nem a lányokról fogunk beszélni, meg a fiatal táncosokról, hanem muszáj, hogy mi az a világ, ami minket körülvesz. És az első gondolatom az volt, amit hamar elvetettem, hogy valamelyik kortárs, nagyon jó író barátomat megkérem, a Grecsót vagy a Hamvaig, Kornéc, de közben már mindig motoszkált, hogy van egy nagyon nagy nevű szerző, akiről sejtettem, hogy olyanokat írt a 900-as évek elején, amelyek abszolút érvényesek mára. Ez a sejtésem nagyon szépen bebizonyosodott, amikor eljutottam Ferenc Győzőhöz, aki mondtam, hogy nagy Adi szakértő, elmondtam neki, hogy én Adival szeretnék foglalkozni, és az volt a kérésem, hogy küldjön olyan Adi írásokat, ezek főleg újságcikkek, olyan Adi írásokat, amelyeket, hogyha elolvasok, akkor azt hiszem, hogy tegnap írták. És csupa ilyen, hiszen amikkel te is mostanában megismergettél, ez mind olyan, mintha most írták volna, annyira aktuális. És akkor így kerültem közel Adihoz, természetesen akkor bújtam a verseit, mert ebben az esben versek is vannak, és nem akarom teljesen lelőni a versnek a poénját, vagy a lényegét, a dramaturgiát, hogy én ezt úgy csináltam meg, hogy közben vettem a bátorságot, és levelezek Adi Endrével. Ezeket a fiktív leveleket én írtam, tehát ő írja, nekem a csankó hangján halljuk. Kedves Tamás, köszönöm szépen megtisztelő leveledet. Igyekszem segíteni neked, de nem tudom, hogy mi az én feladatom, így kezdődik a levél. Aztán később megbeszéli velem, hogy a korkülönbség ellenére, már az is nagy távolság, hogy 1977 és 1943, meg az is nagy távolság, én 21-ben 78 éves vagyok, ő meg az írásának idején 1903-ban mindössze 26 éves, tehát most, amikor levelezünk, ő 52 évvel fiatalabb, de azt javasolja, hogy ennek ellenére tegeződjünk, és hogyha írsz nekem, akkor kedves bandim legyen a megszólítás. Tehát mondom, ezt én írtam, és a csankó hangján halljuk. Tehát ez a motorja mindig, megtudjuk az Aditól, a fiktív Aditól, hogy én miben kérek segítséget, hogy mihez kérek írást, és hogy kétséggel küldjék nekem. Kérlek szépen, vegyünk néhány példát. Nem leszek teljesen tisztességes a dologban, megmondom őszintén, mert miután mondtad, hogy miről van szó, én utána mentem, és direkt ilyen módon keresgéltem írásokat, amik a mai közös, már az akkori és a mai kor közös problémáiról szólnak. Például ugye mindnyájan úgy tartjuk, hogy ami ma a parlamentben megy, az egy cirkusz. Ezt ő megírta. Hát megírta, igen. Ez a parlament építése 19 éven keresztül tartott. Az újságírók nagy dolgot csinálnak abból, hogy ők lakomáztak és toasztoztak először az új parlamenti palotában. Micsoda kicsinyesség, micsoda önlenézés, micsoda vakság. Hát bizony Isten, Balkánország vagyunk. Mert lássuk csak, a parlament új palotát kapott, és ebbe olyan képviselők kerültek, akiknél jelentéktelenebb,
önzőbb, alacsonyabb nívójú nem képviselte még a népet. A magyar képviselőtestület, vagyis a parlament majdnem nulla. Egy kicsi kis múltja, siralmas jelene után a jövendője nem ígér semmit. És ebben a palotában már megindult a kisdet politikai játék. Csak azt nem tudjuk, hogy zűlhet-e még tovább, süllyedhet-e még mélyebbre a magyar politika. De a magyar sajtót is megmételjezte a magyar politika, a parlament. Csak nem megtörtént, hogy a sajtót kirekesztették ebből a palotából. Ha a sajtó is a parlament sorsára jutna, ez azt jelenteni, hogy a magyar társadalom megmenthetetlen. Züllött parlament és züllő sajtó. Milyen lehet ez a társadalom? Mi következhet ezután? Ennyi. Na, akkor mondom a következő jelszót. Korrupció. De úgy néz ki, hogy akkor most úgy irányított, hogy én elmondjam az adjelszót. De én szívesen mindenki, mondom. Mindenki meg fogja érteni, és ettől nem fogod elveszteni a nézőidet. De hát figyelj, akkor mondjad, hogy miről beszéljük. Mert ezek a témák, ezek tényleg égetőek, kemény témák. Igen, most ahogy mondtam, hogy van egy dramaturgiai menete ennek, hogy a Csankó hangján halljuk azt, amit Adi írt, hogy ez egy fiktív levél, azt én írtam természetesen. És akkor azt halljuk Aditól, hogy Tamáskám, eddig nem hoztad szóba, tehát azt gondolom, hogy 2021-ben már ti nem ismeritek azt a szörnyűséget, ami a mostani életünket tönkreteszi. Ez a borzalom, ez a korrupció. De nyilván ez már nincs nálatok, én irigyellek benneteket. De átküldök egy írást, hogy megismerjed ezt a jelenséget, ami mondom már nektek, nyilván nem sújtiteket. Korrupt országokban a panamákon szokás a legjobban felháborodni. Imádott országunk igen-igen korrupt ország. Ebből kifolyólag természetes, hogy itt minden ember felháborodik, ha a másik ember is panamázik. Ne tessék ezt cinizmusnak venni. Ez a korrupció természetrajzának egyik erős, tapasztalati igazsága. A magyar társadalomban, mint minden fenékig romlott társadalomban, privátim kis körökben bizalmas tereferék közt szokták tárgyalni mindezt. Előkelő politikusokról, vezéremberekről, kedves hízelgő elismeréssel állapítjuk meg, hogy nagyok az emberek. Ne tessék megbotránkozni, így van ez. A magyar társadalomnak annyira vérében van a panamázás, hogy aki netán a puritánt meri játszani, az elveszett. És akkor szóval még mond példákra, Bán 5 milliót kapott a főhercegekről, Kossuth Ferenc maga kapott 1 milliót, ez a Kossuth-os fia. Ebben az országban mindent föltesznek, és elhisznek egymásról az emberek. Aztán szóval nem csak egymást tartjuk korruptnak, de külföldön is annak tartanak bennünket. És hogy a korrupcióban a hon atyái, az atyamesterek, ez meg éppen nem új dolog. De azért ma szörnyen háborog a magyar erkölcs. Találtam egy olyan valamit, ami nálad nem szerepel. Akkor most én idézek, jó? Egy nagy dicső királynak 700 év múlva feltalált hamvait újra temetik. Nehéz érckoporsóban, kegyelet jeleivel ékesítve pihen napokig Budavárnak legrégi templomában, s akik még tudnak lelkesedni a múlton, áldozhattak a koporsónál a honfi kegyelet szent érzelmének. A nemzetek életének nagy kormányzója vajon mit akart, mikor a porladó nagykirály hamvait visszaadta nekünk? Ez annyira cseng a Összerakjuk Szent István című történettel, megint csak, hogy hihetetlen, ennyire ne változzon valami egy országban. Hát igen, ez... Hát sokszor beszélgetünk erről, meg sokszor gondolkodunk ezen, és tulajdonképpen hihetetlen, hogy
Ebben a fiktív Adi levélben, amit mondom a Csankó hangján halljuk, és én írtam abban, azt mondja Tamáskám, ne haragudj, nem hiszem el, hogy 100 év múlva a demokrácia ne lenne normális. Hiszen nem kell fél évszázad se, és a demokrácia nálunk is, nálatuk is tökéletes lesz. Tehát nem hiszi el Adi, hogy mindaz még 100-120 év múlva érvényes, ami őket és bántja körülveszi. Mitől lett ő ilyen kritikus hangvételű? Arra van valami magyarázatod? Mitől lett ilyen kritikus hangvételű? Van erre valami magyarázatod? Hát nagyon sokat gondolok. Szóval az, hogy én világéletemet nem mondom, de amióta eszmélek, beszélek, és tudomásul veszek dolgokat, és véleményem van róla, én mindig baloldali érzelmű voltam. De tulajdonképpen ez magától értetődő volt, hogy ellenzéki az ember, amíg a Kádár korszak tartott. Én a 80-as évek legendás Kaposvárában, amiről a te korosztályod idősebbek még jól tudnak, de a fiatalabbak sajnos már nem, mi komoly ellenzéki színháznak számítottunk a szocializmusban. Ennek a magyarázata az volt, hogy egészen különleges erej, művészi erejű társulat volt, rendezőket, meg színészeket. Én most nem mondom rá a névsort, akik tudják, úgy is tudják, akiknek most mondok neveket, talán nem mond semmit. Tehát nagyon magas színvonalon játszottunk olyan darabokat, amik nem voltak direkt politikusok, de benne volt minden, ami az akkori világról szólt. Amikor például a Hamletben azt mondják, hogy Dánia börtön, akkor az 50-es években, tehát minket jóval megelőzően, a Sztálin, a Rákosi diktatúra idején, amikor játszották a Hamletet, és elhangzott azt, hogy Dánia börtön, akkor fölálltak az emberek, és percekig tapsoltak. Tehát ilyen áthallások léteznek, és a 80-as években is rengeteg dolog volt, és Falkában jöttek, de különösen a Mara halála volt, nagyon sikeres és ismert előadás, a Bitevdíját megnyertük vele, és Falkában jöttek le buszok, egyetemisták, fiatalok, értelmiségiek, hogy lássák azt a Mara halála című előadást, amelyik tulajdonképpen a 56-ot siratja el nagyon mély nosztalgiával. A hatalom akkor ezt nem vette észre, vagy későn vette észre. Nem akartak minket már a Bitefre kiengedni, de akkor már nem lehetett minket visszatartani, mert az egész nyugati világ tudott róla, hogy itt, és nem akarták túlfeszíteni a húrt. Szóval én te beletartoztam abba az értelmiségbe, szép számmal voltunk, több millióan, akik azt a rezsimet nem szerették. És akkor én 90-ig voltam ott, 91-ben jöttem el Kaposvárról, és 88-89 táján, mert lehetett, hogy itt valami történik. És akkor megalakultak a rendszerváltó pártok, volt az MDF, volt a Fidesz, volt az SZDSZ, volt a kereszténydemokrata, a kisgazdapárt, és akkor mindegyik rokonszenves volt nekem, vagy nekünk. És én egyformán szimpatizáltam az MDF-el is, a Fidesz-el is, az SZDSZ-el, és Őrsi Pista, Őrsi István, az ő neve is kezd már elhalványodni, kiváló író, dramaturg, ő bősz SZDSZ-es volt. És akkor, hát idézőjelben mondom, már megfertőzött minket mindazokkal a gondolatokkal, amelyeket ő meg a tájvállatársai és az azonos nézetű emberek vallottak, és akkor én az SZDSZ-el szimpatizáltam, de nekem ugyanolyan szimpatikus volt az MDF is, és hogyha, mit tudom én, valahogy oda kerülök a Csóri környékére, akivel jó volt a viszony, akkor lehet, hogy én az MDF-nek vagyok a szenvedélyes tagja, vagy rokon szenvezője, vagy, de a Fideszre is érvényes. Hát, de borzasztóan tetszett az a fiatalos rendület, ami akkor volt. Tehát én SZDSZ-es lettem. Van a Szokrátész védőbeszédében, az egyik kedvenc monológom önálló estem, van valami a Szokrátésztől, amit mindig szem előtt tartok. Ha egyszer valaki valahova odaállt, ott kell annak maradnia,
ott kell szembeszállnia a veszéllyel, és nem szabad sem a halállal, sem bármi mással inkább törődnie, mint az igazsággal. És akkor ez a hűség, ez bennem volt. Tehát én SZDSZ, nem voltam SZDSZ tag, de SZDSZ szimpatizáns voltam, és mindazokkal szimpatizáltam, akik azokat a nézeteket vallották, amit az SZDSZ. És nagyon hamar kiderült, hogy nem olyan egységes ez a tömb, ami a rendszerváltó pártok egységét jelentette volna, és nagyon hamar rám került egy bélyeg, a mai napig rajta van. Tehát én akkor bekerültem ebbe a rögtön véleményt és ítéletet mondó társadalomban, bekerültem egy dossziéba, hogy SZDSZ, aztán nyilván liberális, nyilván aztán később, hogy haladtunk a korral, egyre inkább váltam ellenségé. Itt most már nem ellenfelek vannak, hanem ellenségek. És ami most van ebben az időszakban, az elmúlt 10 évben, ott én tele vagyok értetlenséggel és csodálkozással. Nem akarok a harcosok közé tartozni, csak egyszerűen hangot akarok annak adni, hogy nem értem. Nem értem, nem értem, és nem értem a kínai egyetemet, nem értem a paksi atomerőművet, nem értem a belgrádi vasutat, nem értem az SZF-ét, nem értem. Nem értem azt, hogy miért kell hősies küzdelemben megszerezni kínai és orosz kölcsönöket magasabb kamattal, mint amit az EU adna, most ezeket én nem értem. Most én igyekszem tájékozódni, és minden oldalnak a kommunikációját, sajtóját, médiáját figyelem, és várom a magyarázatot. És mindaz a magyarázat, amit kapok, azokat, és amit kap az ország, szóval a média az a legnagyobb hatalom. Tehát azt tudja az ország Böhönyétől kezdve Lajos Mizéig, amit a köztévé ad. És a köztévé mindig arról számol be, hogy győztünk, hogy sikerült, hogy megint sikerült, és összefogtunk, és együtt. De én azt, amikor várom a válaszokat és a magyarázatokat az általa megválaszolhatatlannak tűnő kérdésekre, és hallom, hogy mit mondanak, én azokat úgy tudom összegezni, hogy most azt mondták, hogy csak, és nem kell bővebben mondani, csak, és ezt tudomásul kell venni. És valami azon gondolkodtam, hogy ha az embernek van genetikája, de egy népnek is lehet genetikája. Valahogy én azt érzem, és ez személyesen rám is érvényes, hogy mi mindig nekünk, mindig győzni kell, és egyfolytában harcolni kell. És szeretném mindenkit emlékeztetni, mert nagyon kevesen tudják, én 14 éves voltam, 54-ben 11 éves voltam, őrületes foci rajongó. Tehát én nekem tudom, emlékezetemben van, hogy amikor 3-2-re Bernben a világbajnokságon kikaptunk a németekről, jött haza az aranycsapat, inkább ezüst csapatnak kéne mondani, de hívjuk aranycsapatnak, jöttek haza, Tatabányánál átszálltak személyautóba, mert a vezetők úgy döntöttek, hogy a csapat ne jöjjön föl Pestre, mert lehet, hogy még meg is lincselik őket. Olyan fölháborodott közhangulat volt, meg mondtak, mendemondák, hogy lefizették őket, vagy a vezetőket, és a focistákat, a németek lefizették, vagy nemzetközi összefogás történt, hogy a német nép, amely most így borzasztóan viselkedett a világháborúban, valahogyan mentődjék fel, legyen. Szóval mindenféle duma volt, de azt tudom, hogy a lényege az volt, hogy nem kaptunk ki, csak ármány miatt vereséget szenvedtünk. De most a győzelmi híradások, mert hol úgy győzünk, hogy nálunk van a legkevesebb halott. Aztán, amikor már nem nálunk volt, akkor nálunk a legjobb a beoltottság. Amikor mégsem úgy tűnt, hogy mégsem az, akkor a gazdasági fellendülés nálunk a legnagyobb. Tehát mindig győzni kell, de én ezt ismerem. Én gyerekkoromban rengeteg játékot találtam ki, és játszottam, és nem bírtam elviselni a vereséget. Tehát, hogyha az én génjeimben ilyen van, akkor feltételezhetem, hogy azért az én népem is sokkal hasonló génekkel rendelkezik. Mi nem bírjuk elviselni a vereséget, és ezért nekünk azt kell hallani, hogy harcoltunk és győztünk. Hol a Soros ellen, hol a migránsok ellen, hol a EU ellen, de mindig harcolnunk kell. Ha nincs ki ellen harcolni, akkor kell csinálni egy ellenségképet. Azt olyan képet tudunk csinálni, amelyet aztán le is tudunk győzni, és akkor megint hírül adhatjuk, hogy győztünk. És ez borzasztó,
Hogy szerintem ez mindig is így volt. És akkor, ha már Adi azt mondja, hogy csodálatos, mondja az Adi, hogy még mindig lehetséges ez a szemfényvesztés, ez az íjazás a megfordított ló hátáról. Hunok vagyunk. Előretolt őrse a mongoloknak, tatároknak, turkoknak. Minden emberünk, aki eddig még Európa civilizációját, kultúráját szolgálta, úgy halt meg, mint egy kóborkutya. Liberális, anarchista, magyar vagyok. Mondják, hogy egy beteg civilizáció kiirtására kerültünk a Dunatájra, a Kárpátok alá. Akkor ne kényeskedjünk. Tessék törvényhozásira kimondani, hogy az intellektuális élet és foglalkozás tiltva van Magyarországon. És akkor majd szétnézünk, kiből hölgyműves, kiből hivatalnok, kiből katona, kiből kereskedő lesz. De ó, magyarok Isten, ez ismét az irodalomhoz fog vezetni. Mert ó népem, Árpád népe, a legszörnyebb, legmagyarabb átok, hogy a kultúrát nem lehet kikerülni. Hát ez az a félelmetes ebben, amit most elmondtál, hogy nem tudtam észrevenni hirtelen, hogy mikor tértél át Adira, meddig volt a tiéd a szöveg, és mikor tértél át Adira. Hogy mi volt az a pillanat. Te említetted a televíziót, hogy a népek a televízió által vannak ábítva. Ez egy nagyon nagy kérdés. Sokat vitatkozunk mostanában arról újságíró kollégákkal, barátokkal, hogy maradt-e még bármilyen hatalom a sajtó kezében, vagy teljesen a hatalom kezében van a sajtó? Hát az utóbbi feltétlenül igaz. Hát nincs inform. Szóval egyrészt nagyon nagy baj, merészerek úgy általánosságban beszélni, pedig általában, amikor mások úgy általában beszélnek a népről, vagy bizonyos embercsoportokról, én akkor az én belül mindig tiltakozom, hogy azért ez nem rendjén való, mert nem lehet általánosítani. Mégis, ha teszek egy kísérletet, hogy merészerek, hogy valószínűsíteni dolgokat, azt hiszem, hogy valahogyan egyre közönösebb az életünk, de nyilván nyugaton is, a világ minden részén, ez a gyors tek, nem akarok én itt filozófus lenni, de valahogy ez a bezárkózás, ez a ingerszegény élet, amit élünk, ez azt is jelenti, hogy nincs érdeklődés. Tehát nem is érdekli őket, hogy ki van hatalmon, hogyan gyakorolja azt a hatalmat, és mi lesz, meg akar élni. Tehát én azt gondoltam, hogy most, amik történtek, és a szociális érzéketlenséggel rendelkező kormány, az nem törődik azzal, hogy mi van mi van a szegénysége, mi van a szociális helyzete, micsoda nyomorok vannak, nem érdekli őket. És akik nyomorban vannak, azok esetleg morgolódnak, de tudomásul veszik. Tehát én azt gondolom, hogy a közállapotunkra sok minden jellemző, de az nagyon jellemző, nincs bennünk szociális érzékenység, tisztelet a kivételnek. Olyan szegénység van, néha a kezembe kerül néhány írás, vagy magam is megtapasztalom, még a tág környezetben is, szörnyű, szánnivaló, aggódnivaló emberek vannak, és mégis nem veri ki a biztosítékot. Szomorú, mert... Most azt mondod, hogy nem fogunk politizálni, úgy konferáltál föl. Igen, 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 valóban ezt mondtam az elején, de hülyeség volt, mert egyrészt veled beszélgetni, az már önmagában politika, kettő, neked velem beszélgetni, az is politika, tehát vice versa, és Adit belehozni ebbe a harmadiknak, na hát az akkor már non plus ultrája a politikának. Találtam én is még egy rövid idézetet, ami, de tulajdonképpen bármit elolvasol ebből a 11 kötetből, minden csatlakozik a mához, minden valamilyen módon oda fut vissza. Ez a következő kép hangzik. Minden komédia megnőtt, megfinomodott Budapesten, csak egy nem, a politikai komédia. Ez az egy esik, süllyed egyre, mintha visszakészülne fejlődni az első primitív politikai formáig, amikor az összeverődött embercsordát a törzsfőnök addig pusztította, míg az elkeseredett őspolitikusok a kellemetlen törzsfőnököt megették.
Nagyszerű. Tamás, Nagyszerű. mikor lesz a bemutatója ennek az estnek? Mert azért gondolom, Hát hogy ez a lőttük le az összes poént. pandémia. Még nem tartunk ott, én most keresek helyeket, ahol ezt el fogom tudni mondani, de én nem vagyok türelmetlen, és meg fogom várni azt, amikor igazán lehet. Én most ugyan elmondtam neked Skype-on keresztül, de én egyébként rendkívül idegenkedem a Zoom-tól, a Skype-ról, mindenféle. Én nem akar, ezt elmondhatnám esetleg videó, de nem, nekem kell az élő közösség. Meg most hadd idézzek olyat, ami aztán igazán távol áll a politikától, de annyira fontos Adi megértéséhez általában. Szóval az Adit, hogy ismerjük, nem ismerjük, jól ismerjük, kevésbé jól, de azt tudjuk róla, hogy nagyon szimbolikus dolgok vannak benne, és hogy olyan merés. Ő, neki volt egy előadása a Royalban, ahol sok ember előtt kellett neki beszélnie. Egyrészt elmondja azt, amit engem meghökkentett, de el tudom képzelni, minden látszat ellenére ő egy magába forduló, visszahúzódó, félénk ember. Szóval a verséből nem lehetne ezt gondolni, de nem tartom ezt paradoxnak, hogy ugyanakkor meg leír, de... És akkor ő azt mondja, hogy a fekete zongoráról beszél. És azért mondom el, mert hogyha a fekete zongorának az Adi által adott elemzését elfogadjuk és megértjük, akkor abból sok mindent megérthetünk az Adi költészetéből. Így szól az Adi eszmefutatása. Most már csak egyet kérek. Ne ijedjenek meg önök még a híres fekete zongorától se. Ha a hatalmas Istent szabad volt ezer meg ezer vallásban mindig másként látni, és ha szabad volt őt szakállas öreg férfiúnak festeni, akkor a szegény mindnyájunkkal rendelkező sors is kiheveri, ha én egy hangulatban titokzatos fekete zongorának éreztem és hallottam, melynek hangjára táncoljuk el és ki valamennyien ezt a mi bús, szegény, végzetes életünket. Hogy a vers úgy szól, hogy bolond hangszer, sír, nyerít, búj és nyerít, fusson, akinek nincs bora, ez itt a fekete zongora. Vak mestere, tépi, cibája, ez az élet melódiája, ez a fekete zongora. Fejem zúgása, szemem könnye, tornázó vágyaim tora, ez mind-mind ez a zongora. Boros bolond szívemnek vére, kiömlik az ő ütemére. Ez a fekete zongora. Na most, nagyon örültem, hogy ez megvan és benne van, mert én úgy érzem, hogy általában magyarázattal szolgál az egész költészetére és gondolkodására. A szimbolizmusból. Hát kérlek szépen, nagyon köszönöm a beszélgetést, nagyon-nagyon-nagyon kellemes volt, és ha szabad... amíg nincs közönség. Egyébként erről hallottam mostanában valakinek a véleményét, egy kollégádnak, egy művésznőnek a véleményét, aki amikor most a pandémia végén fölment a színpadra, egész egyszerűen elállt a szava, és nem jutott eszébe a szöveg, amivel be kellett volna induljon, csak régi József Attila versek. Ennek oka pedig az volt, hogy lenézett a nézőtérre, és negyed házat látott. Nem azért, mert nem jöttek a darabra, hanem nem lehetett több. Így van, hát ez borzasztó. És azt mondja, hogy ez katasztrofális egy művésznek. Elhiszem. Elhiszem. Kívánom neked, hogy mielőbb nagy közönség előtt elő tud adni a műsort. És jó egészséget is kívánok természetesen. Hát én is köszönöm szépen a beszélgetést, és viszont kívánok minden jót. Szervus. És hát én feltételezem, nyilván jó, hogy ha majd lehet, akkor te is eljössz. Mi az, hogy? Mi az, hogy? Vidd az egyetemi színpadra, és akkor régi helyre megyünk vissza. Köszönöm. Jó, van, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, viszontlátásra.